Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben a nép feszülten várakozott. Minnyáján azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk, én csak vízzel keresztellek benneteket, de eljön, aki hatalmasabb nálam, akinek sarusszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. Ekkor történt, hogy amikor a nép keresztelkedni ment, Jézus is megkeresztelkedett. Miközben imádkozott, megnyílt az ég, és a Szentlélek leszállt rá, látható alakban, mint egy galamb. Szózat is hallatszott az égből, te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérem! Jézus ereje nem az elismerésből jön, hanem ebből a föltétlen atyai szeretetből, amivel a Szentlélek hangja az égből jövő szózat során magerősödik. Jézus ereje nem az emberek dicséretéből jön, hanem az Atyától. Egyértelmű ez, hiszen Jézus az Isten fia. De mi van velünk emberekkel? Hiszen mi nem vagyunk Isten. Jézus Krisztus az Isten fia. Neki minden ereje az Istenből jön. Nekünk embereknek azonban nem jön minden erőnk az Istenből, mert a bűnbeesés következtében elszakadtunk ettől a forrástól. Bizalmatlanság van bennünk Istennel szemben. Ezt fejezi ki az első két mondat. A nép feszülten várakozott, mindjárt azon töprengtek magukban, vajon nem János a Krisztus. Tehát az embernek önmagától nincs ereje, csak a töprengés, csak a feszült várakozás, az ember sajátossága, az isteni világosság nélkül. És ez egy nyomás alá helyez bennünket, ahol keressük a kiutat. És ekkor megkérdezik Jánost, hogy ki vagy te? Ahogy ennek a mai szakasznak a párhuzamos helyét olvashatjuk más részletekben az evangéliumban. Ki vagy te? Mondd meg, hogy ki vagy! Mert el kell vinnünk a hírt rólad, János. És azt mondja János, hogy én csak vízzel keresztellek benneteket, de eljön, aki hatalmasabb nálam. Eljön, aki hatalmasabb nálam. Ennek a mondatnak van egy ilyen fordítása is, hogy nyomomba lép az erősebb. Ez a Szent István társulatos fordítás szerint. Nyomomba lép az erősebb. Tehát nagyon érdekes végig gondolnunk azt, hogy ez a János is, mint bármelyik bűnös ember, még akkor is a próféta volt, azért ő maga is nyomás alatt volt. Ő maga is ott volt azon a határon, hogy mi fog történni, és bekölt, hogy ismerje azt, hogy jön valaki, aki erősebb nála, az Isten fia. És itt van egy nagyon finom fölismerés, egy nagyon érzékeny kapcsolat az emberek és az Isten között. Hiszen azt mondja János, hogy nyomomba lép. Nyomomba lép, aki erősebb nálam. Vagyis Isten belemegy ebbe a feszültségbe. Isten belemegy ebbe a nyomásba, ami az emberekön van, a tudatlanság,
a bizonytalanság, a bizalmatlanság, a félelmeknek a nyomásába, a várakozásnak a feszültségébe belemegy az Isten, és belülről fölemeli ezt. Nyomomba lép az erősebb. Vagyis igenis számít az, hogy mi küzdünk. Istennek nem mellékes az, hogy mi küzdünk a terheinkkel. És ezt Isten nem egyszerűen csak leveszi rólunk, hanem odaáll mellénk, és velünk együtt viszi. Ezt egy képszerűen el tudjuk képzelni, amikor Cirenei Simont kényszerítik, hogy vigye Jézus karasztjét. És valahogy ez a nyomás rajta van ezen a Cirenei Simonon, de miközben Jézussal viszi együtt a karasztot, ő maga is magtisztul. Mert rájön arra, hogy Jézus a magváltó. Ezt a jelenetet szépen ábrázolja a Passió című film, ahol be van mutatva az, hogy ez a Cirenei Simon egy belső átalakuláson megy át a nyomás alatt, mert találkozik Jézus tekintetével. És ez egy nagyon fontos pont. Találkoznunk kell Jézus tekintetével. Ahhoz, hogy mi vele együtt tudjuk vinni a karasztot, a terhet, a nyomást, a bizonytalanságnak a terhét, ahhoz találkoznunk a Jézus tekintetével. És itt elkezd szép lassan megtisztulni az, hogy miből jön az erőnk. Nekünk embereknek. Eleinte az erőnk az csak az emberek támogatásából jön. Egy gyerek megszületik, szülei biztatják, nevelik, szeretik, szülei tekintetéből dicséretet kap, a szüleinek akar megfelelni, tetszeni, tőlük várja a szeretetet, szinte Istennek tartja a szüleit. Ezt tanítja a fejlődés lélektan is, pszichológiából. Aztán szép lassan elhatárolódik a szüleitől, elválik, és kezd a saját lábára állni, de bejönnek a képbe persze más emberek, kortársak, tanárok, majd ha felnőtt lesz, akkor munkatársak, munkahelyi főnökök, vagy más tanárok. És szép lassan az embernek rá kell jönnie arra, hogy nem tudja igazán mások erejéből élni a saját életét. És ekkor megpróbál az ember a saját erejéből élni. Öntudatra ébred, én vagyok valaki, és én felépítem az életemet. Ez is megy azért egy darabig, de itt is marad a feszültség, és ha találkozik a hit és a kegyelem, akkor az ember életében elindul az a folyamat, hogy megtisztul az, hogy honnan meríti az erejét, és elkezdi Jézus tekintetéből meríteni az erejét, vagyis nyomomba lép, aki erősebb nálam. Jézus Krisztus nem olyan, mint az emberek. Jézus Krisztus nem félemlít mag, Jézus Krisztus nem is dicsérget minket, nem keneget minket hájjal, hanem ő a tiszta isteni dicsőség felé akarja vonni a mi sóvárgásunkat, a mi vágyakozásunkat, a mi szükségünket, hogy valaki erősítson meg. Senki és semmi más nem tud igazán megerősíteni minket, csak Jézus Krisztus tekintete. De hogy ez a tekintet számunkra valódi forrást legyen és valódi erő, ahhoz meg kell halnia bennünk a más emberekből, sőt, még a saját önbecsülésünkből fakadó erőnek is. Kicsit úgy, mint ahogy azok az emberek alászálltak a Jordánba, lemosták bűneiket, és nekik is hallatszik az Jézus által, Jézusban, Jézus érdemeire való tekintettel, nekik is hallatszik az, hogy te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem. Vagyis el tudunk jutni Isten kegyelméből,
egy nagy küzdés, egy nagy körösztordozás által oda, hogy meghalljuk az Atya szavát, mi mindannyian Isten szeretett gyermekei vagyunk, akiben Istennek kedve telik. Át kell hatolnia ennek az isteni szónak föntről lefelé, az egekön át, a mi szívünk közepéig, és ugyanígy visszafelé, a mi szívünkből fölfelé át kell hatolnia az egekön, az Atya szívéig, annak a válasznak, hogy igen, Atyám, elhiszem, igen, Uram, elhiszem, amit mondtál, én tényleg a te szeretett fiad vagyok. Köszönöm, hogy te gyönyörködsz bennem, én is gyönyörködök benned, és nem akarok másban gyönyörködni, csak benned. És ekkor ez a feszültség valahogy átalakul, nem is azt mondom, hogy feloldódik, hanem átalakul. Szinte mint egy nagy kegyelem robbanás kiárad az Isten dicsősége ebbe a világba. Ezért minden egyes ember óriási lelki atomerőművé tud válni, hogyha végigmegy ezen a folyamaton. Hogyha végigmegy azon a folyamaton, hogy az emberi erőforrásokból való merítkezés után megtisztulva, eljut oda, hogy csak Istenből merítse az erejét. Aki ezen a folyamaton végigmegy, az nagyon nagy áldásává válik a világnak. Nagyon nagy csatornájává válik az Isten kegyelmének, úgy, mint Jézus, hogy ezután a jelenet után kezdi el igazán a szolgálatát, gyógyítani a betegeket, kiűzni az ördögöket, föltámasztani a halottakat, a szegényeknek hirdetni a vigasztaló jelenlétet, az Isten örömhírét. Nyilván Jézus másképp ment át ezen a folyamaton, mint mi, neki nem kellett a személyes bűneivel és a személyes Isten iránti bizalmatlanságával küzdenie. Neki a mi bűneinkkel kellett küzdenie, neki azzal kellett küzdenie, hogy bennünket összegyűjtsön és megtisztítson. Hát ez a csodálatos misztérium, amit most ünneplünk, ez bennünk is kezdjön el kibontakozni, és lássuk meg ennek a folyamatnak a szépségét. Mert annak ellenére, hogy tényleg sok szenvedéssel jár az ember megtisztulása ezen a földi zarándokúton, mégis hisszük, hogy valami nagyon szép fog kikerekedni ebből az egészből. Ámen. Valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben.